rostaktív hónap a február. A cukorbetegséget megelőzi, az emésztőrendszeri daganatok kockázatát csökkenti, és finom is, mégsem eszünk elég élelmi rostot. Zappehely, teljes körlésű liszt, zöldségek, gyümölcsök, mikor mit tegyünk, hogy egészségesek legyünk, erről szól a következő 20 perc. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Soltész Erzsébetet, aki dietetikus, szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! És Vadász Bálint is velünk van, aki az Aktivé cég alapítója, Szervusz Bálint, egyébként minden, köszönjük. A ja. Tehát a rostokról beszélgetünk, én mondtam pár példát, zappehely, teljes körlésű liszt, zöldségek, gyümölcsök, egyáltalán tudjuk-e, hogy mik a rostok, és én jó példákat hoztam-e? Teljesen jó példákat hoztál, a felsoroltakon kívül az olajos magmakban, diófélékben van még rost, illetve a száraz hüvelyesek a zöldségek közül nagyon kiemelkedő rostbajnokok, és a rostok ugye azok a szénhidrátok, amiket nem tudunk megemészteni, ezek alapvetően növényi élelmiszerekben vannak. Mindenféle növényi élelmiszercsoportból bátran lehet válogatni. Így fogunk bevenni többféle rostot. Mennyit érdemes enni egy nap rostból? A szakmai ajánlások 30 grammot mondanak ajánlásnak. Ennél több egyébként a rostban gazdag táplálkozás, túl sokat se szabad enni, tehát ilyen 30 és 45 közötti az az ajánlás. A 30 grammot, ha megegyezzük, az egy jó szám. Arra érdemes törekedni, mert ennél sajnos az átlagember legalább 10 grammal kevesebbet teszik. És vajon mennyi van egy almában? Tehát tudjuk-e, hogy ez a 30 g mit is jelent az étkezésünkben? Igen, elég nehéz azért összehozni, mert egy gyümölcsökben körülbelül ilyen 1-5 g élelmi rost van 100 grammonként, onként uh -huh. de hogyha mondjuk az almához eszel egy pár korpás kekszet, néhány szem diót, akkor már így meg lehet mondjuk az az egy étkezésre javasolt 10 gram. Bálint, az aktív cég megalapítója vagy, és néhány hónappal ezelőtt a műsorunk vendége voltál, hiszen az egyik keverétek, keveréketek, egy keverék. bizony nagyon szép eredményt, első helyezést ért el egy nemzetközi versenyen. A ti termékeitekben egy az egyben benne van ez a 30 gram? Igen, hát ma majdnem. Az majdnem. A, a mi koncepciónk az annyi volt, hogy az átlag, hogy Erzsé is mondta, átlagosan kb. 30 g rostot kéne megfogyasztani, de átlagosan csak 20 grammot ot teszik egy ember. Uh -huh. És mi ezt a hiányzó 10 g rostot szeretnénk uh -huh. igazából, egyébként szeretnénk segítséget nyújtani, úgyhogy 10 g van benne. Ez amúgy kb. Uh -huh. mondjuk akkor most almáztunk, ez brokkoliból kb. 400 g brokkolinak felállnak. Az meg. jó sok. Igen. Igen, jól, jól érzem. <laughs> És akkor itt merül fel a kérdés, Bálint koncepciója kapcsán, hogy érdemes ezt a 30 grammot elosztanunk? Vagy egyszer letudhatjuk az egészet? Nem, nem is szabad egyszerre. Tehát a rost fogyasztásnál is nagyon fontos a fokozatos felépítés, hiszen hogyha egyszerre kezdünk el túl sokat tenni, az olyan, mint hogyha eddig nem edzettünk, és most hirtelen 100 kilóval kezdenénk el súlyzozni. Tehát szép fokozatosan így elkerülhetők azok a panaszok, amik, hogyha valaki hirtelen kezd el sok tenni, előfordulhatnak. Ha szépen több étkezéssel osztva visszük be ezt a napi 30 grammot, akkor azonnali hatásként érezhető, már akár néhány nap alatt is, hogy csökken a puffadás, a székrekedés, jobb közérzetet érez az ember, ilyen komfortosabb az emésztőrendszere, és természetesen emellett van rengeteg hosszú távú jó hatása is ennek. Egyébként túl lehet tolni? Persze, persze. Igen? Tehát, hogyha valaki mondjuk kanál számra lemmagot eszik, nem iszik hozzá eleget, vagy valamilyen rost készítményt, kifejezetten egy ilyen rost kivonatot eszik, akkor egyrészt nem élvezi azokat az előnyöket, amik a többféle rostból adódnak, másrészt meg ilyenkor ez a rengeteg rost az emésztőrendszerből von el vizet, tehát még akár székrekedést is okozhat. Bálint, jól tudom, hogy ti úti dolgoztok? Hát több különböző rost forrást használunk, pont ezért, mert hogy ez egy jó szártágazat én hogy a fontos a mennyiség is, tehát meg legyen a 30 g, de ahogy Ázsi mondta, minél, fontos, minél fontosabb az is, hogy több forrásból származon a rost. Tehát mi használunk utifűmakhéjat, inulint és guarlisztet ebből a háromból. Az inulin is rost? Persze, igen. Nagyon sok ilyen exotikus nevű rost van, pektin, meg beta inulin, pszilium. A pektin is rost. Igen, igen. sűrítjük a lekvárot. Igen, hogy? Hát azért tudunk vele sűríteni, mert világos. ugye ezek a rostok víz, vizes közegben oldódnak, egyfajta zselét képezve, és ez a tápcsatornádban is ugyanígy viselkedik, segít a koleszterin szint, a vércukorszint mérséklésében. Tehát ezeket a hatásokat nem csak így egy lekvárban élvezhetjük, hanem hogyha egy gyümölcsben elfogyasztjuk mondjuk. Miért éppen az utifűmaghéja a fő rostforrás nálatok Bálint? Hát szerintünk, de majd Erzsi elmondja, hogy mit gondol róla, szerintünk ez az egyik. Hát ez a ilyen, rostok királyának mm. és szoktuk hívni. Rengeteg, van benne vízben oldódó és nem oldódó tartalom is, ugye ezek is, ez egy ilyen rostosztályozási szempont. Nagyon, hogy mondjam, jó hatással van az emésztésre viszonylag rövid időn belül, viszont ugye a, a gyenge pontja szegénynek az, hogy hát elég rossz íze van alapvetően, tehát ezért is volt mondjuk a termékfejlesztés során ez volt egy nagy kihívás, hogy az utifi egy ilyen hogy mondjam, ilyen íze van. Mondjuk, folytó. Mint egy, folytó, sebtapa, sebt, mint egy ilyen darált tapasz, ahhoz hasonlítanom az ízét. Igen, fűrészpor, Igen, fűrészpor, fűrészpor keveréke. keveréke de elképesztően pozitív egészségügyi hatásai vannak, csak hát nem annyira finom és és akkor ezt, igazából ezt próbáltuk az utifimaké és a másik két rostot együtt nagyon finomá tenni, mert ez szokott inkább a probléma lenni, hogy, hogy meg kell ezt a hiányzott 10 grammot, de hogy azért a, tipikusan, nem akarok csúnyát e, e, mondani, de hogy nem a legfinomabb, vagy nem az emberek kedvenc ételeiben van magas rosttartalom. Tehát mm -hmm. ez így van senki esélyben. nem kívánja az hát Most azt, hogy zapkorpa, azt így hirtelen senki se kívánja meg szerintem, de azért a vörös lencsében, a hajdinában, a zappehelyben is van rengeteg rost az olajos magban, mert tehát finom élelmiszerek ezek, de valóban, hogyha valaki rohan, akkor mondjuk egy útifű tartalmú termék az azért lehet előnyös, mert az útifű az nem okoz emésztési panaszokat. Tehát ugye hirtelen megnövelt rostfogyasztásnál szokott jelen, hogy ú, puffadok tőle, mm. vagy egy magas rostatamú hagyma, vagy bab okozhat ugye szelességet, panaszokat. Az útifű maghé, mivel szépen végig tud ebben a zselés állagában haladni a tápcsatornán, nem okoz puffadást, tehát őt a bélflóra baktér nem fermentálják, úgyhogy szépen panasz nélkül tudja növelni a rossz fogyasztást. Feltéve, ha leírjuk nyelvét. <kül> hát igen, azért ehhez jó sok folyadék. <kül> És a, a, itt jut eszembe ugye, például az apkorpát hallva, hogy az emberek nem biztos, hogy kellően nyitottak. Tehát az apkorpában szerintem eleve ebben a hangzásban benne van valami rossz érzés. Igen, Ugyanakkor, ha én például mandula tejjel elkészítem, akkor nagyon-nagyon hasonlít a tejbegrízhez. Tehát ha rendesen eltalálom a, az arányokat, akkor, akkor akár még jó is tud lenni. És erre vonatkozik a következő kérdés, hogy tisztában vagyunk-e a rostok felhasználási javaslataival, a jó felhasználásukkal, Erzsébet? Hát pont ez dolgozunk, hogy minél többen tisztában legyenek vele. Ugye most megszületett a Rostaktív program kapcsán egy e-book, amiben pontosan ilyen tippeket kapnak az olvasók, hogy hogyan tudják mondjuk egy túrógombóc receptjébe belevinni azt a plusz 10 g rostot, úgyhogy még finomabb is lesz, mint az eredeti, hogy hogyan tudsz mondjuk a munkahelyen összekavarni gyorsan joghurtból, gyümölcsből, zappehelyből és egy pici zappkorpából valami nagyon finom deszertet. Úgyhogy én nekem van egy könyvem, a Rostjó, jó, az is dugig van ilyen recepteket, tehát megvalósítható az, hogy egy normál, hagyományos receptbe be alapanyag cserével belevisszük a pluszt, úgyhogy nem lesz rosszabb, sőt, finom lesz nagyon. Bárint, és akkor beszéljünk erről a bizonyos élelmiszerfejlesztésről, ami tulajdonképpen arról szól, hogy az utifűmag héjat kipótoljátok olyan dolgokkal, amik ehetőek a szószoros <laughs> értelmében, és, és élvezetesek. Hogyan kell elképzelni egy ilyen fejlesztést? Hát ugye alapvetően egy funkcionális élelmiszert szerettünk volna csinálni, egy magyar, magyar olyan élelmiszert, ami megáll helyet bárhol a világban. Várjál e... itt, mit jelent a funkcionális? Hát azt, hogy hogy ezt a 10 g hiányzó rostot. Mm -hmm. Tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy egy olyan élelmiszer, amit megeszel, és akkor úgy elterítés vége, hanem, a, hanem a, hiá, ez a 10 g rost, ennek van, hogy mondjam, funkcionális előny. Az emésztésedet segíti, ugye a rost, a, a, a puffadásra tudod csökkenteni, akár el tudsz veszteni néhány kilót is, szóval ez, ez ezt jelenti. És akkor először összeraktuk azt, hogy milyen funkcionális összetevők vannak benne, tehát van benne, vannak benne a rostok, van benne fehérje tartalma van, azért, hogy gyakorlatilag egy, ilyen kis étkezés ki tudja leváltani, és milyen édesítőket használunk. Nagyon fontos, hogy nem használunk mesterséges édesítőszereket, tehát nem használunk szukraloszt. Erről most már egy csomó olyan kutatás van, ami bebizonyította, hogy rossz hatása van a belflórára és akkor helyette erititet, meg steviat használunk, tehát ez elkészül egy ilyen alap, és akkor abból próbálunk egy valami finomat csinálni, és a csokissal kezdtük egészen pontosan. <laughs> és az, ezt, ezt mindig elmondom, az első kör a barátoknak adtam oda, hát nagyon vártam a reakciót, és szerintem négyből három ember kikapta, úgyhogy... <laughs> hát azóta messze <laughs> jutott. De már innen? Volt. azóta most már, már Brüsszelben, vagy Belgiumban izdíjat is nyertünk, úgyhogy, úgyhogy... Tehát nem csak a hatásmechanizmusát nézték, nem. hanem az érzetét. Én nekem nagyon fontos volt az, hogy most hiába egészséges valami, hogyha igazából azt nem, nem, várja az ember, hogy elfogyassza, akkor akkor, akkor, akkor nagyon nehéz lesz azt, hogy mondjam, beépíteni a mindennapokba. Milyen ízekkel dolgoztok még? Jó sok ízünk van már, uh, inkább akkor a kedvenceimet elmondom, a, a, nekem a alapcsok is az mindig mindig uh, uh, a favorit, akkor a sós karamell ízünk nyert, egyébként ezt a Michelin csillagos uh, séfekből álló zsírű tehát ez tényleg egy, egy nagyon jól sikerült íz, akkor a mogyoróvaj, és akkor az örök szenzáció, az a mangos, uh, az egy limitált ízünk, egyébként most az egyik drogérjelánzó pont kap, hát most már szerintem el is folyott az összes. Hétfőn, hétfőn kezdték árulni, és uh, gyakorlatilag tehát egy nap alatt lerabolták a hálózat nagy részét. Szóval ezek a kedvenc nekem is, meg úgy a vásárlóknak is a kedvenc ízek. Mennyi idő volt kifejleszteni egy olyan típust, hogy értékelhető legyen és eladható legyen? Ugye hát, miután a barátoknak nem izlett? Az azután körülbelül mennyi idő telt el? Két, két, évig. Tehát én, én azt hittem, hogy nem, ez csak összekeverünk néhány port, és kész én vagyunk. is vagyunk. Azt hittem. Igen, és, és két évbe telt. És ez is volt egy olyan pillanat, hogy azt hittem, hogy már kész vagyunk és munkahelyemben felmondtam, hogy akkor ilyen mindent egy lapra, uh -huh. nem tudom, utólag, hogy túl okosan -e. most így azt mondom, most hogy eddig jó van, utólag okos vagyok, de akkor lehet, hogy most nem ezt tanácsolnám a kisfiamnak, de, de onnantól még az volt januárban, és októberben indultunk el, tehát azért ez nem volt, tehát azért is mondhatom, hogy nem tudom, hogy sikeresek vagyunk, hogy nagyon szeretik az emberek a terméket, mert hogy nagyon nehéz ezt összehozni, akár otthoni körülmények között is, hogy ez jó is legyen, és finom is legyen. Miért volt a szempont neked, hogy funkcionális legyen, tehát hogy, hogy jó is legyen? Mert hogy ezt a kérdést föl kell tennem, azért valljuk be, hogy nagyon sok olyan italpor, ségpor van ma Magyarországon, amelyik nagyon finom, csak éppen semmire nem jó. Hát nem tesz jót az egészségnek. Én egy olyan terméket szerettem, volna, megszerettem, a csinálni a legjobb a világon, hmm. akármennyire is ilyen nagyképpen hangzik, hogy, hogy tényleg nulla kompromisszum legyen benne. Tehát a mindenből tegyük a legjobbat, legyen a legfinomabb, legyen nagyon-nagyon jó egészségügyi hatása, és hát végülis, ha így nézzük, a kitűzött célhoz képest a két év végülis nem is olyan hosszú idő, <laughs> de hogy, hogy ez, volt, ez, volt, a terv. Úgyhogy, úgyhogy ez, 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 ez igazából ennyi. És akkor beszéljünk az átállásról, mert hogy rostaktív hónap a február, nagyon sokan csatlakoztak a programhoz, eltervezik, hogy több rostot fognak fogyasztani. Erre érvényes az a bizonyos 30 napos szabály, vagy lehet, hogy három hónapos, most hirtelen nem is tudom, szóval a szervezetnek körülbelül ennyi idő kell, pár hónap kell ahhoz, hogy egy bizonyos étrendhez hozzászokjon, például a cukorról leszokjon. Hozzá lehet szokni az egészséges életmódhoz? persze, tehát, tehát hogy az, hogy mi most arról beszélünk, hogy rost aktív, rost tudatos táplálkozás, ez gyakorlatilag eddig is ezt a kiegyensúlyozott táplálkozást ajánlottuk dietetikusként mm. mindenkinek. Ami most más, az az, hogy a tudatosságra hívjuk fel a figyelmet, hogy tudatosan figyelj minden étkezésednél, hogy legyen -e többféle rostban gazdag alapanyag, csak így jön össze. De ez nem elvételt jelent egy diétát, egy lemondást, egy ilyen sanyargatást, hanem pont, hogy plusz dolgokat adunk. Egy pici magot szorj a salátádra, a szendvicset menjenek kis plusz zöldség. a gyümölcsjogurtot csináld meg te, és rakjál bele mandulapelhet, vagy kókuszreszeléket, tehát, hogy ezek plusz nagyon finom dolgok, inkább ezt az ilyen aha dolgot, hogy aha, tényleg ezt végül is ehetném még pluszban, és még jó is, ezt szeretnénk bevezetni. A változások észleléséhez nem kell ilyen sok idő, egy pár nap alatt már a bélflóra nagyon hálásan reagál a rosban gazdag, bélflórát tápláló táplálkozásra. De ez a 28 nap, ami most így a februárban van, ez a négy hét ez már szerintem elég arra, hogy tényleg meggyőzően éreztetők legyenek azok a pozitív változások, és hogy ezek megmaradjanak utána ezek az új rossz tudatos szokások. Van rossz rost? Nincsen, csak túl sok rost az, az, nem jó és pontosan ezért szeretem én a változatosságot mondani, mert mert tényleg nem jó az és nem hozza az életen élőnyöket, hogyha valaki csak így valamilyen konkrét rost kivonatot így kanalaz, mert egyszerűen annyiféle jó hatása van a rostoknak a bélflóra táplálás, a daganat megelőzés, a telítés koleszterin kiürítés, tehát egy rengeteg jó dolog, de ezt csak akkor hogy hogyha többféle rostot teszünk. Tehát a rost kombináció fontos. Mi van a gabonákkal, milyen formában és hogyan? fogyasszuk őket. A gabonák nagyon értékes alapanyagok, mert egy teljes értékű gabonában van rengeteg vízben nem oldódorost, ugye a héj részben, ebben a korpa részben konkrétan, és a mag belső meg tele van nagyon klassz vízben oldódorostokkal, amit a bélflóra jó baktériumai tápanyagként használnak, és ez a kombináció, ez már rögtön benne van a gabonában, tehát ha egy jó fajta teljes kérdésű kenyeret eszünk, pejheket eszünk, korpás kekszet sütünk, vagy otthon csinálunk egy jó kis csok ebben mind többféle rost van. Fontos része a, a táplálkozásnak. Tehát itt, aki a fehér liszthez szokott és azt szereti, és hallotta, hogy a magbelső tele van ö, vízben nem oldódóval, ugye jól mondtam? Igen, az nem nyugodhat meg, hanem inkább a héjjal együtt kellene fogyasztani a teljes kérdésű formában. Igen, ugye? de ha valaki szereti a fehér lisztet, és abból süt mondjuk egy kekset, azt is dúsíthatja a. rosban gazdag alapanyagokkal, tehát itt sohasem a fekete-fehér a megoldás. Sokkal jobb, hogyha ötleteket, típeket adunk a javításhoz, mint hogyha valakit ostorozunk a jelenlegi táplálkozás szokásai miatt. Bálint, ez a sék, ez reggelire ajánlott? Hát ez ketté válik itt az összes, hogy a fogyasztóink ketté válnak. Én például mindig reggelire fogyasztom, de például a feleségem meg a vacsorát a vacsorára szereti, vagy, igen. Vagy és vagy akkor helyettesíti a vacsorát? Hát ő egy ilyen csoki szuflét készít belőle, <laughs> igazából, ami nagyjából egy perc alatt megvan, tehát, és akkor ő azt szerintem most már ezt, ezt egy ilyen egy évet találta ki, és azóta gyakorlatilag minden... még hozzá egy tojást, vagy? Semmit. Tehát ez konkrétan össze kell keverni folyadékkal, és egy icipici sütőport tesz bele, összekeveri, és azt beteszi a mikrobás és egy perc után olyan csoki szufré lesz belőle, hogy tényleg, tehát te, te, TikTokon uh, készült róla videónk, és elég nagy rajongó Egyébként valóban lehet. igaz, mert a, az útifű makéről még ilyen tojás helyettesítő Igen, két is hallottam, abszolút, igen? Mert hogy összetartja pont azért a tojás. Tehát a gluténmentes tojásmentes étlenben kötőanyagként használható. Én. Igen. Kiváltja a tojást, igen, gyakorlatilag. Erzsébet fejlődünk mi ebben a tudásban. Én nagyon sok mindent tanultam ma, főleg például az inulinról, meg a pektéről, de általánosságban érvényese a társadalomra. Kíváncsiak vagyunk-e ezekre a, az információkra? Vagy maradunk a gyors ételeknél? Ugye Magyarország élen jár az elhízásban, meg ezben az úgynevezett metabolikus szindróma csoportban, tehát mindenképp ennek népegészségügyi jelentősége van, hogy ezekről hogy beszéljünk arról, hogy az étrendi beavatkozás, vagy terápiának is hívhatjuk, az hogyan segít ezekben. Én remélem, és úgy is látom, hogy egyre népszerűbb ez a téma, hogy bélflóra, mikrobiom, bélflóra támogató étrend. Itt nekünk az a feladatunk, hogy a fejekben ezt az összefüggést megvilágítsuk, hogy igen, én tudok ezért tenni rosszban gazdag, rossz tudatos táplálkozással. Úgyhogy mi ezen vagyunk, hogy minél többen halljanak róla. Februárban lesznek még programjaitok? Hogyan készültök? Vagy hogy lesz a lezárás? <laughs> hát azt hiszem, hogy az az e-book, amit a Rostakti Program szakmai anyagén, anyagaként összeállítottunk, az egy tartós ismeretanyagot tartalmaz. Tehát, hogy, hogy ez nem csak ebben nem a hónapban érvényes, uh -huh. és azt látom, hogy ez tényleg ilyen szépen terjed minden a közösségi médiában, fórumokon, hogy a rossz tudatosság az mit jelent, és hogy hogyan tudunk a táplálkozással tenni, mondjuk a bélflóránk egészségét. Egy honlap címet kérnék, amint tájékozódhatunk. Ez az activefiberség.com, és akkor, vagy ha beírja valaki a, a keresőbe, hogy rost aktív program, akkor ott megtalálja az elbukot google -on. És hát csak magyarázatként ugye fonetikusan ö, írjuk, active, fiber, Sake, Sake, ugye? ugye? Igen. Okay. Jó, csak segítettem. Vagy rostaktív adat. program a google ben Valaki jaj, valami az jó az kis az receptet, az receptet szeretne, igen, mert de... fellelkesedett, hogy, és most szeretnék valami nagyon finom, rost, van gazdag, rostaktív élelmiszert összerakni, otthon, akkor ebben recepteket is találnak hát, a Akkor hallgatók. ezek szerint rostos ö, ételeket készíthetünk, közöttük desszerteket, leveseket. Abszolút, nagyon finom desszerteket, igen. Én mindenképpen meg fogom nézni ezt a honlapot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ebben a 20 percben a Rost Aktív hónapról beszélgetünk, amelyen most a februári időszakot jelenti, de természetesen, ahogy hallottuk, folytatódik ez a szemlélet, főleg, ha valaki életmódot váltott, akkor ne hagyja abba, csak azért, mert februárnak vége van. Soltész Erzsébet, dietetikus, külső szakértő és vadász az aktív cég megalapítója volt velünk. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok nektek. Köszönjük.